Meg kell erősíteni az unió fegyveres erőit, a bizottság elnöke szerint. A francia elnök pedig két napja katonák Ukrajnába küldéséről beszélt. Újabb csapásokat hajtott végre Izrael Gázában Hamász célpontok ellen. Benjamin Netanyahu szerint a győzelemig folytatják az akciókat. Ismét Donald Trump nyert ezúttal a michigani előválasztáson. Közben egyre több arab szavazó fordul el Joe Bidentől. Tovább támogatja Magyarország a Száhelövezet utolsó stabil államát, Csádot. Agrár szakemberek is segítenek az ott élőknek. Ez a Híradó délben az M1-en és a Dunán. Jakab Szintia vagyok, jó napot kívánok! A háború talán nincs a küszöbön az Európai Unióban, de fel kell készülni a kockázatokra, ezért meg kell erősíteni a fegyveres erőket. Ezt mondta ma Ursula von der Leyen az Európai Parlamentben. Az Európai Bizottság elnöke azután beszélt erről, hogy a francia elnök hétfőn úgy nyilatkozott, a nyugati csapatok Ukrajnába történő küldését sem szabad kizárni. Emmanuel Macron szavai óriási felháborodást okoztak, a háborúpárti kijelentést többen elítélték Párizstól Moszkváig. Orbán Viktor miniszterelnök megerősítette, Magyarország nem küld fegyvert és katonát sem Ukrajnába. Ukrajna támogatásáról tárgyalt 20 ország vezetője hétfőn Párizsban. A megbeszélés után Emmanuel Macron francia elnök azt mondta, nem szabad kizárni a lehetőségét, hogy nyugati csapatokat küldjenek Ukrajnába. Semmit sem szabad kizárni, mindent meg fogunk tenni, hogy Oroszország ne győzzön ebben a háborúban, mondta a francia elnök. Emmanuel Macron azzal indokolta szavait, hogy Oroszország veresége elengedhetetlen Európa biztonságához. Moszkva reakciója nem várhatott magára. A Kreml szóvivője Dmitrij Peszkov azt mondta, ha a nyugat katonákat küld Ukrajnába, az közvetlen összecsapáshoz vezet a NATO és Oroszország között. Ebben az esetben a NATO és Oroszország közötti konfliktus nem hogy lehetséges, hanem elkerülhetetlen. Ezt így fogjuk értékelni, mondta a szóvivő. Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács elnök helyettese pedig durva szavakkal intette megfontoltságra Emmanuel Macront. A francia elnök szavai Európa szerte felháborodást keltettek. Franciaországban a baloldal és a jobboldal egyaránt elítélte azokat. Marine Le Pen azt mondta, Emmanuel Macron a hadvezért játssza, de a gyermekeink életéről beszél ilyen hanyagsággal. Egy baloldali korábbi EP képviselő pedig őrültségnek nevezett egy Oroszország elleni háborút. Nincs olyan terv, hogy harcoló csapatokat küldjünk a háború sújtotta országba, reagált a NATO főtitkár. Jens Stoltenberg azt mondta, a NATO katonák küldéséhez az összes tagállam egyhangú támogatására van szükség. Aggodalomra ad okot Macron elnök bejelentése, ezért is nagyon fontos, hogy Magyarország fenntartsa álláspontját, nem küld fegyvert Ukrajnába, ragaszkodik a tűzszünethez és a béketárgyalásokhoz, mondta Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter az MTI-nek. A Prágában tárgyaló Orbán Viktor úgy fogalmazott, a magyar álláspont változatlan, mielőbbi béketárgyalásokra van szükség, mert enélkül a háborúnak nem lesz vége. A magyar álláspont az világos, mi nem küldünk fegyvert Ukrajnába, se katonával, se katona nélkül. Viszont minden segítséget megadunk, ami ezen innen van. Humanitárius segítséget, harctéri orvosoknak, nem fegyveres orvosoknak a kiképzését, menekültek befogadását, az ukrán energiarendszer működtetését, helyreállítását, és sorolhatnám tovább. A helyzet komoly. A vezető nyugat-európai politikusok eltökélték magukat amellett, hogy béke helyett tovább mélyítsék az orosz-ukrán háborút, erről beszélt a századvég elemzője az M1-en. Palóc André kiemelte, Orbán Viktor az egyetlen józan hang Európában, mert folyamatosan a tűzszünet és a béke fontosságát hangsúlyozza. Úgy tűnik, hogy gyakorlatilag folyamatosan egymást hergelve a szereplők valamennyi oldalról megpróbálják ezeket a mondjuk úgy, hogy háborús eseményeket mélyíteni. Én azt gondolom, hogy itt a kockázatok minden alkalom, amikor ilyen kijelentések elhangoznak, akkor növekednek, és ennek biztosan nem lehet Európa nyertese. Ha nyugati szárazföldi csapatok jelennek meg Ukrajnában, akkor az azt jelenti, hogy a katonákat küldő ország belépett a háborúba. Erről a Kossuth Rádióban beszélt a Matthias Corvinus kollégium elemzője Somkóti Bálint. Itt nincs arról szó, hogy ez a csapat alkalomattán csak kiképzésbe vesz részt, vagy éppen csak támogatja az ukrán csapatokat. Ezt az oroszok döntik el, akármilyen furcsának is hangzik, hogy ők ezt hadviselőfélnek tekintik, vagy sem, egyébként ki is jelentetik, hogy annak fogják tekinteni.
A háború még nincs az Európai Unió küszöbén, de fel kell készülni. Sürgősen újjá kell építeni, meg kell erősíteni és modernizálni kell a tagállamok fegyveres erőit, mondta az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban. Ursula von der Leyen kijelentette, biztosítani kell a megfelelő mennyiségű eszközt és a technológiai fölényt is a védelmi ipar megerősítésével. Magyarország támogatja a közös védelempolitikát és az európai védelmi ipar erősítését, amit az uniós magyar elnökség alatt is kiemelten fog kezelni. Ezt mondta a Fidesz európai parlamenti képviselője Strasbourgban. Gál Kinga hozzátette, ugyanakkor a délelőtt megvitatott két jelentés ideológiai alapú kijelentéseivel nem értenek egyet. Gál Kinga szerint Európa igazi érdekére kellene koncentrálni, a versenyképesség romlásának megállítására, valamint a béke és a stabilitás megőrzésére. A képviselő visszautasította a Magyarországot ért kritikákat. Következetesen elítéltük az Oroszország agresszióját Ukrajnával szemben. Kiálltunk Ukrajna területi integritása, önvédelemhez való joga mellett. Erőnk felül humanitárius eszközökkel támogatjuk Ukrajnát. A kezdetektől most is naponta szinte 10 000 menekült érkezik a határaink. Ezek után támadni minket csak azért, mert következetesen kiállunk amellett, az álláspontunk mellett, hogy béketárgyalásokra van véges szükség, mert csak ez vethet véget a pusztításnak, az emberi áldozatoknak, és nem újabb és újabb és erősödő fegyveres retorikára, háborús retorikára és fegyverszállításra. Az európai jogállamiság lesz napirenden ma délután az Európai Parlamentben. A képviselők arról a jelentésről vitáznak, amit a parlament készített a tagállamokban tapasztalható helyzetről. Kapcsolunk Baracka Eszterhez Strasbourgba. Az Európai Bizottság is készít jogállamisági jelentést. Milyen kapcsolat van a kettő között, és mit tartalmaz ez a jelentés? Jó napot kívánok! Az Európai Bizottság 2020 óta minden évben készít úgynevezett jogállamisági jelentést valamennyi tagállamra lebontva. Az Európai Parlament pedig ennek a jelentésnek a jelentését készíti el, és eddig soha nem volt elégedett, annak ellenére, hogy a bizottság néhány észrevételüket korábban már megfogadta. Ez most is így van. Azt mondják például, hogy az Európai Bizottság helytelenül jár el, mert túlságosan diplomatikusan fogalmaz a maga jelentésében, miközben az Európai Parlament saját forrásai a tagállamokban sokkal rosszabb helyzetről panaszkodnak, rosszabbnak ítélik meg a helyzetet. A jelentéstevő szerint soha ilyen gyengén nem alkalmazták még az európai jogot, ami aggodalomra ad okot, bírálatot fogalmaz meg ez a mai jelentés az igazságszolgáltatás, a média, illetve a civilek helyzetével kapcsolatban, valamint a tagállamokban tapasztalható diszkrimináció miatt. Azt mondják, hogy az ő jelentésük nem riad vissza tagállamok konkrét említésétől sem, akkor sem, hogyha ez olykor kínos helyzeteket eredményez. Gyakran említik Magyarországot is, ami tulajdonképpen nem meglepő, hiszen a jelentéstevő holland liberális képviselő a magyar kormány régi kritikusa, most is gyakorolja a kritikát, elismeri és komoly előrelépésnek nevezi a tavaly elfogadott igazságügyi reformot, majd röviddel utána kijelentő szerinte továbbra sem szabad az igazságszolgáltatás Magyarországon, és olyan intézkedéseket kér számon, amelyeket Magyarország már végrehajtott, például az ügyek elosztását a kúrián, de bírálja Magyarországot a korrupció miatt, a médiaszabadság, illetve a diszkrimináció miatt is, bár nem csak Magyarországot, ezt hozzá kell tenni, a leggyakrabban Görögországgal, Romániával, Ciprussal, Spanyolországgal, Olaszországgal, Franciaországgal és Szlovéniával kapcsolatban fogalmaz meg bírálatokat, illetve Lengyelország esetében több ízben is kijelenti, hogy rendszer szintű kockázatokat lát, miközben az Európai Bizottság elnöke éppen a múlt héten jelentette be, hogy több mint 130 milliárd eurót kíván felszabadítani Lengyelországnak, amivel tulajdonképpen Ursula von der Leyen megelőlegezi az lengyel lépéseket, hiszen Lengyelország eddig jogállamisági ügyekben kizárólag ígéretet tett, konkrét lépéseket nem. A jelentés elmarasztalja az Európai Bizottságot, amiért decemberben több mint 10 milliárd eurót felszabadított Magyarországnak, és arra szólítja fel a bizottságot, hogy egyetlen eurócentet se adjon Magyarországnak, amíg valamennyi feltételnek nem felel meg. Elítéli, hogy a tanács nem tett előrelépést a 7-es cikkeljárásokban,
és végtelenül sajnálja, hogy sem a tagállamok, sem a bizottság évek óta nem hajlandó a parlamenttel intézményközi megállapodást kötni az értékek és a jogállamiság védelméről. Ezért felszólítja az Európai Bizottságot, hogy valamennyi eszközzel éljen és tartassa be a tagállamokkal a jogállamiságot, minél több kötelezettségszegési eljárást indítson a tagállamok ellen. Baracki Eszternek köszönjük szépen a jelentkezést! Folytatódtak az Egyesült Államokban az elnök választást megelőző előválasztások. Michigan államban egyszerre voksoltak mindkét nagy párt hívei. Donald Trump a republikánusok elnökjelölt aspiránsa a várakozásoknak megfelelően itt is győzött, ezzel ez már a hatodik állam, ahol legyőzte vetélytársát Nikki Haley-t. A demokrata előválasztáson pedig a jelenlegi amerikai elnök Joe Biden győzött. Magabiztosan kampányolt 10 nappal ezelőtt Michiganben Donald Trump. Az előrejelzések kedden beigazolódtak. A volt amerikai elnök a 6. republikánus előválasztást is megnyerte. Elemzők szerint ez az eredmény is azt mutatja, egyre biztosabb, hogy ő lesz a republikánus párt jelöltje a novemberi amerikai elnökválasztáson. Donald Trump Michiganben is megsemmisítő vereséget mért Nikki Haley-re, a republikánusok másik elnökjelölt aspiránsára. Haley saját államában, Dél-Karolinában is veszített a hétvégén, így egyre többen szembesítik azzal, hogy fel kellene adnia a kampányát, fogalmazott egy elemző. A volt amerikai ENSZ nagykövet azonban továbbra is eltökélt, azt mondja, folytatja a versenyt. Ha Donald Trump lesz a republikánus elnökjelölt, ismét el fogjuk veszíteni a választást. Elveszítjük a billegő államokat, elveszítjük a képviselőházat és a szenátust is, mondta Nikki Haley Michigan államban. Elemzők szerint Nikki Haley a március 5-i szuperkeddi előválasztásban bízik, amikor mindkét párt 15 államban tart majd megmérettetést. Azt reméli, megfordíthatja az eddigi tendenciát, annak ellenére, hogy minden közvéleménykutatás azt mutatja, Donald Trump győz majd akkor is. Most kedden a demokrata párt michigani szervezete is megtartotta az elnök jelölt személyéről döntő voksolást. Ezen Joe Biden az előrejelzéseknek megfelelően könnyedén nyert. Az amerikai elnökkel szemben két országosan viszonylag ismeretlen politikus indul. Dean Phillips, a kongresszus képviselője, és Marianne Williamson, kaliforniai írónő. A szokásjog alapján a hivatalban lévő elnökkel szemben nem indulnak igazán esélyes ellenfelek az elnökjelöltség elnyeréséért. Michiganben, ahol az Egyesült Államokban a legtöbb arab-amerikai él, a demokrata szavazók tiltakozásul Joe Biden közel-kelet politikája miatt sokan egy úgynevezett el nem kötelezett mozgalomra adták le voksukat. Ez elemzők szerint intőjel lehet a jelenlegi elnöknek. A felmérések szerint ennek ellenére Joe Biden könnyedén fog győzni a demokrata elnökjelölti versenyben. A baloldali szavazók 70%-a ugyanis őt támogatja. Jelentősen gyengítheti Joe Biden amerikai elnök újraválasztási esélyeit az Egyesült Államokban élő muszlim közösség. A hagyományosan a demokrata szavazóbázishoz tartozó emberek szerint ugyanis Joe Biden nem tesz eleget a gázai palesztinok védelméért. A tegnapi michigani előválasztáson 68 ezer szavazatot adtak le az úgynevezett el nem kötelezett mozgalom hívei. Ezek a szavazók azt szeretnék, ha a demokraták új elnökjelöltet választanának. Azonnali tűzszünetet skandálták kedden a Michigan állambeli Dearbornban összegyűlt muszlimok. Az úgynevezett el nem kötelezettek mozgalmához tartozók demokratának tartják magukat, de a keddi előválasztáson mégsem Joe Bidenre voksoltak. Nem szeretnénk, ha ma este után azt mondanák, hogy a demokraták egysége meggyengült. Mi egyszerűen csak szeretnénk visszatartani a demokrata pártot attól, hogy részt vegyen a gázai palesztin testvéreink jogainak eltiprásában, mondta egy jemeni származású demokrata képviselő. Az Egyesült Államokban, Michigan államban él az ország legnagyobb muszlim közössége, több mint 200 ezer ember. A bevándorló hátterű lakosok többsége demokrata szavazó, de az izraeli háború kitörése óta egyre többen bírálják Joe Biden elnök kormányát, amiért az nem szabott gátat a gázai harcoknak. A mi közösségünkben a közel-keleti helyzet kiemelt probléma. Mindenki tudja, hogy azonnali tűzszünetet akarunk. Ideje lenne, hogy az elnök és az országot vezető politikusok felmérjék, mi is történik Gázában, mondta egy önkéntes szavazatszámláló.
Az amerikai muszlim közösség vezetői szerint, ha a demokraták kitartanak Joe Biden jelöltsége mellett, akkor az sem kizárt, hogy novemberben Donald Trump republikánus elnökjelöltre fognak szavazni. That's the shame right there. Biden szégyen teljesen asszisztál a gázai palesztinok legyilkolásához. Kudarcot vallott a konfliktus megfékezésében. Mi, muszlim amerikaiak annak idején 300 000 aláírást gyűjtöttünk össze Donald Trump menesztéséért. Most mégis azt kell mondanom, hogy Trump elnök idején egyetlen bombát sem dobtak le. Ha Joe Biden marad a demokrata elnökjelölt, akkor félreteszem az ellenérzéseimet, és Donald Trumpra fogok szavazni, mondta az amerikai muszlimok politikai bizottságának elnöke. A keddi előválasztáson csak nem 70 000 szavazó csatlakozott az el nem kötelezettek táborához. A 2016-os választás idején Donald Trump mindössze 10 000 voksal szerzett többséget Michiganben. Szakértők szerint a muzulmán szavazóbázis elvesztése jelentősen csökkenteni a demokraták győzelmi esélyeit. Ha a demokrata választópolgárok jelentős része Michiganben el nem kötelezettként szavaz az előválasztáson, az megkongathatja a vízharangot a Fehérházban. A választókerület elvesztése komoly problémát jelent. Fel kell tegyék a kérdést maguknak, hogy mi lesz, ha nem tudják visszakapni a szavazóikat, vélekedett egy amerikai politológus. Az izraeli háború kitörése óta az Egyesült Államokban rendszeresek a palesztinokat támogató tömegtüntetések. Ezeken nem ritka, hogy Izrael ellenes és antiszemita kijelentések hangzanak el. Joe Biden elnök korábban többször is a palesztin civilek védelmére szólította fel a zsidó állam vezetését, kedden pedig úgy fogalmazott, információi szerint akár már a jövő héten újabb tűzszünet jöhet létre a háborúban. Újabb csapásokat hajtott végre éjszaka Izrael a gázai övezetben. A hadsereg közlése szerint terrorista célpontokat támadtak. Az izraeli miniszterelnök közben megerősítette, ellenállnak a katonai akciók befejezését sürgető nyomásnak, és nem adják fel a harcot, amíg teljes győzelmet nem aratnak a terroristák felett. A gázai övezetből Izrael felé kilőtt rakéták fénye világította meg az eget kedden este. A zsidó állam déli részét célzó lövedékeket azonban a vaskupola légvédelmi rendszer sikeresen elfogta. Áldozatokról vagy anyagi károkról nem érkezett jelentés. Izrael az éjszaka több jelentős terrorista célpontra mért csapás Gázában, jelentette szerdán a zsidó állam hadserege, amelynek csapatai folytatják a szárazföldi hadműveleteket az övezetben, a Hamas katonai infrastruktúrájának felszámolására. Közlésük szerint civil ingatlanokban elrejtett fegyvereket is találtak, az akcióról felvételeket is közzétettek. Nem adjuk fel, amíg el nem érjük a teljes győzelmet ellenségeink felett, mondta az izraeli miniszterelnök kedden, amikor felesége társaságában a gázai övezet déli részén a hétvégén elesett izraeli katona családjával találkozott. Benjamin Netanyahu megerősítette, hogy ellenáll a gázai háború idő előtti befejezését sürgető nyomásnak. A háború kezdete óta a célom a háború idő előtti befejezésére irányuló nyomás megfékezése, és az, hogy minél többen támogassák Izraelt. Jelentette ki a miniszterelnök, aki közvéleménykutatásokra hivatkozva azt állította, hogy az amerikaiak több mint 80%-a támogatja Izraelt a Hamas elleni hadjáratban. Közben az ENSZ arra figyelmeztetett, a gázai övezet lakóinak negyede, több mint 500 000 ember egy lépésre van az éhínségtől. A Világszervezet humanitárius ügyek koordinációs hivatalának vezetője azt mondta, ha nem avatkoznak közbe, tömegessé válhat az éhezés. Nagyon keveset lehet tenni, amíg az ellenségeskedések folytatódnak, és amíg fennáll a veszélye annak, hogy átterjednek a Gáza déli részének túlzsúfolt területeire. Ezért megismételjük a tűzszünetre vonatkozó felhívásunkat, jelentette ki a Világszervezet illetékese a biztonsági tanácsülésén. A helyzet enyhítésére Jordánia kedden segélyt és élelmiszert dobott le a gázai Rafahra a levegőből. A műveletet személyesen második Abdallah jordániai király irányította, ám a szállítmány egy része a tengerben landolt. Elérte befogadó képessége határát, több bécsi iskola is a folyamatosan érkező migránsok és a családegyesítések miatt. Több mint 100 új tanteremre lenne szükség, ezért Ausztria mobil és konténerosztályok kialakítását tervezi, mintegy 14 000 000 euróból. Kismarton, Ciráki Viktória.
Az oktatási hivatal ezért most egy friss terv szerint 7 helyszínen tervez úgynevezett konténerosztályokat kialakítani, és ez azt jelenti, hogy a már meglévő iskoláknak az udvarán fogják majd ezeket a könnyű szerkezetes épületeket felépíteni. A tervek szerint egyébként már a következő tanév elejétől, tehát ez azt jelenti, hogy szeptemberre megépülnének ezen a 7 helyszínen ezek az úgynevezett konténeriskolák. Egyébként egyenként 12 osztály befogadására lesz alkalmas majd egy-egy ilyen épület. Ez azt jelenti, hogy az igényeket teljesen nem fogja tudni lefedni, azonban nagy mértékben csökkenti majd a túlterheltséget és a zsúfoltságot. Idén eddig csaknem 35%-kal több illegális bevándorló érkezett Bosznia-Hercegovinába, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A legtöbben Szerbia felől közelítik meg a balkáni országot, nem ritkán veszélyes utakat is vállalva, hogy közelebb kerüljenek az Európai Unió határaihoz. Az egyik ilyen útvonal a két ország között természetes határt képező Drina folyó. Tuzlából Tóth Diannát kapcsoltuk. Az illegális határátlépésnek ez a formája a folyó kiszámíthatatlansága miatt nagyon sok esetben életveszélyes. Az elmúlt évek folyamán több mint 40 migráns holttestét emelték ki a folyóból, akiket a határon való átszökéskor magukkal sodortak a hullámok. A közelben tehát Bielinán, Zvornikon és Bratunacon is vannak már migráns temetők, ahová ezeket a holttesteket temették. Tovább segítenek magyar szakemberek Csádban, hogy minél több alapélelmiszert tudjanak helyben előállítani. Erről beszélt az M1-en a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem rektora. Gyurica Csaba hozzátette, nagyon kevés a használható jó terület, de azokon sincs meg helyben az a szaktudás, ami ahhoz szükséges, hogy alapélelmiszerekkel el tudják magukat látni. A Hungary Helps programban jelenleg egy 23 fős humanitárius csapat dolgozik az afrikai országban. Csád a föld egyik jelenlegi válságzónájában, a Száhel-övezetben fekszik. A térségben évek óta szárazság pusztít, a lakosság éhezik és óriási a politikai bizonytalanság. Elemzők szerint ezért bármikor akár milliók indulhatnak el Európa felé. Jelenleg csak nem 2 millió menekült tartózkodik Csádban, a Száhel-övezet utolsó stabil államában. A magyar kormány a Hungary Helps programban az Európába tartó migráció visszaszorítása érdekében több területen nyújt segítséget az afrikai országnak. Ide tartozik az oktatási, gazdasági, biztonsági és humanitárius segítségnyújtás. Az afrikai országban a múlt héten hirdettek élelmezésügyi vészhelyzetet, mert már nem tudják ellátni a menekülteket. Erre reagálva próbálunk meg segítséget nyújtani élelmiszerszállítmányok, illetve vetőmag eljuttatásával a leginkább rászoruló közösségeknek. Ez elsősorban az ország keleti részében, illetve a Csád-tó régióban. A közép-afrikai országban jelenleg egy 23 fős magyar humanitárius csapat dolgozik. A csoport tagjai a Magyar Agrár és Élelmiszertudományi Egyetem kutatói is. Gyurica Csaba rektor az M1-en arról beszélt, munkatársai nem csak elméleti, hanem gyakorlati ismeretekkel is segítik a helyieket. Tudunk segíteni abban, hogy helyben tudjanak alapélelmiszereket előállítani, és mezőgazdasági munkát, technológiákat helyben folytatni, hiszen valóban nagy a probléma, nagyon kevés a használható jó terület, és azokra a területekre sincsen meg helyben az a szaktudás, ami ahhoz szükséges, hogy alapélelmiszerrel el tudják magukat látni. Az egyetem tavaly kezdte meg a munkáját Csádban, ahol hallgazdálkodási, állattenyésztési és takarmányozási ismeretek átadásával is segítik a helyieket. A magyar kormány továbbra is szilárdan ki fog állni az emberi jogok védelme mellett otthon és a nemzetközi szervezetekben egyaránt. Ezt mondta Szijjártó Péter Genfben az ENSZ emberi jogi tanácsának ülésén. A külügyminiszter hozzátette, mindenkinek joga van a biztonságos élethez, saját lakóhelyén, a szabad vallásgyakorláshoz, a nemzeti identitáshoz, ugyanakkor senkinek nincs joga megsérteni két biztonságos ország határait, gyilkolni valamilyen ideológiára vagy vallásra hivatkozva, továbbá megfosztani másokat az anyanyelvük használatától. Senkinek nincsen joga. Senkinek nincsen joga tehát ahhoz, hogy megsértse a határt két biztonságos ország között. Senkinek nincs joga ahhoz, hogy megöljön bárkit, bármilyen ideológia vagy vallás nevében, és senkinek nincs joga ahhoz, hogy mások jogát megvonja, amikor az anyanyelv használatáról van szó.
Házkutatást tartott a NAV Márki-Zay Péter mozgalmánál. Ezt a baloldal volt miniszterelnök jelöltje maga hozta nyilvánosságra. Azt mondta, a nyomozók előbb a Mindenki Magyarországa mozgalom könyvelőihez szálltak ki, majd a szervezet budapesti irodájában jelentek meg. Márki-Zay Péter másfél évvel ezelőtt egy tévéműsorban beszélt arról először, hogy a baloldal több százmillió forintnyi dollárt kapott külföldről a kampányban, és még utána is. A mai reggel a NAV nyomozói előbb a Mindenki Magyarországa mozgalom könyvelőihez szálltak ki házkutatásra, majd pedig a Mindenki Magyarországa mozgalom budapesti irodájában jelentek meg. Márki-Zay Péter kedden a közösségi oldalán jelentette be, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai a Mindenki Magyarországa mozgalom könyvelőinél és budapesti Alkotmány utcai székházában is házkutatást tartottak. Az állami számvevőszék február 20-án nyilvánosságra hozott részjelentéséből derült ki, a baloldali pártok a 2022-es parlamenti választás idején a guruló dollárokat, vagyis a tiltott külföldi támogatásokat saját kampányaikra használták. Ezért a DK-t, a Jobbikot, a Momentumot, az MSZP-t, az LMP-t és a Párbeszédet együttesen 261 millió forint büntetés megfizetésére kötelezték. Ugyanakkor további 1,4 milliárd forint kapcsán a NAV még mindig vizsgálódik. A Magyar Nemzet korábban arról írt, a külföldi támogatások valóságos aranybányát jelentettek a Bajnai Gordon nevével fémjelzett Datadat cégcsoport számára. A pénz nagy része ugyanis a Mindenki Magyarországa mozgalomtól a Datadathoz vándorolt. Tudtuk, hogy bennünket nem csak megfigyelnek, lehallgatnak, közénk ügynököket, kémeket építenek be. Márki-Zay Péter azzal védekezett, szerinte ő minden egyes elköltött forinttal elszámolt, tiltott kampányfinanszírozásról szó sincs, a pénzeket ugyanis adományokból, felajánlásokból kapták. Az ellenőrzés pedig csak azért történhetett, mert a Mindenki Magyarországa mozgalomban, mint fogalmazott, kémek vannak. Soha a magyar történelemben rajtam kívül senki nem számolt el olyan nyilvánosan, átláthatóan és részletesen minden egyes kampány költésével, amelyeket közösségi adományokból finanszíroztam. Még júniusban is érkezett az Action for Democracy-tól több mint 400 millió forint. Az állami számvevőszék és a NAV ezután a kijelentés után, illetve a titkosszolgálatok nyilvánosságra hozott jelentése után kezdett nyomozni. A baloldal bukott miniszterelnök jelöltje egy interjúban vallotta be, hogy dollármilliókat kaptak az Action for Democracy nevű szervezeten keresztül az Egyesült Államokból a 2022-es választások előtt és után is. Később a titkosszolgálati vizsgálat derítette ki, hogy összesen több mint 4 milliárd forint érkezett külföldről a baloldalhoz. A NAV már korábban ebben a Vécsey úti irodában is házkutatást tartott a tiltott pártfinanszírozás ügyében, ahol ügyész jelenlétében bizonyítékokat is lefoglaltak. Sajtóhírek szerint ugyanis Tordai Csaba ügyvédi irodájában papírozhatták le azt az összesen fél milliárd forintot, amit még Karácsony Gergely mozgalmának számlájára fizettek be, angol fontban és euróban. Később a Párbeszédes Perj és Gábornál, Török Bálinti otthonában tartottak házkutatást, ugyanis a hatóságok kiderítették, ő volt az, aki a főpolgármester mozgalmának számlájára befizette a fél milliárd forintnak megfelelő eurót és fontot. Nem tudom, hogy érkezett-e, azt meg végképp nem, hogy kampányra. Hát én ezt most öntől hallom. Hol van az a 4 milliárd? Én nem tudom. Bár a baloldali pártok azzal védekeznek, hogy semmit nem tudnak az amerikai pénzekről, az ÁSZ lényegében kimondta, az összeg tiltott támogatásként érkezett a pártokhoz. Ráadásul nemrég az is kiderült, hogy a pénz eredeti feladója az Action for Democracy-n keresztül valójában Soros György volt. Átadták az ország 315. kormányablakát Turkevén. György István államtitkár arról beszélt, a kormányablakok kialakítása és működése az egyik legsikeresebb része az állami közigazgatás fejlesztésnek. Hozzátette, 2010-ben kezdődött ennek a területnek az átalakítása, és mostanra gyorsabb, hatékonyabb lett az ügyintézés a hivatalokban, amelyekben mintegy 2500 féle ügyet lehet intézni. Versenyhivatali eljárás indult egy kelet-ázsiai online webshop miatt, amely gyakorlatilag letarolta az európai piacot az elmúlt hetekben. A Temu lekörözhetetlen áraival szemben a versenytársak szinte esélytelenek. Hazai cégek szerint azonban kifogásolhatók a cég akciózási szabályai, sokszor pedig ingyen termékeket ígérnek, ezért indult most vizsgálat ellenük.
Élhal az internetes áruházakért, ez a zalaegerszegi anyuka. Azt mondta, nem csak olcsóbb, kényelmesebb is a webes vásárlás. Főleg a baba-mama termékeket néztem, mert most nekem az aktuális, és hát elég sok ilyen offline, vagy hát ilyen rendes boltban voltam már, és ahhoz képest az ára is sokkal kedvezőbb, meg láttam, hogy van ingyenes kiszállítás. Ezt a kelet-ázsiai webáruházat mostanában szinte minden internetes lap és közösségi oldal felkínálja. A cég hirdetései vírusszerűen lepik el a közösségi oldalakat és az internetes kereső oldalakat. A webáruház néhány hónapja jelent meg a hazai piacon, és agresszív hirdetési politikájával már is a hazai elkereskedelmi piac egyik domináns szereplője lett. A webáruházban egymást érik az akciók, és 80-90%-os kedvezményekkel hirdetnek. A kelet-ázsiai online áruháznál olyan olcsó egy-egy termék, hogy sokan az oldal hitelességét is megkérdőjelezik. Az e-commerce egyesület ezért bejelentéssel fordult a magyar hatóságokhoz. Szerintük a világszintű webshopnál sok lehet a szabálytalanság. 97%-os, 80%-os olyan akciók vannak, amelyek ugye első ránézésre is kicsit hihetetlenek, nem is beszélve az ingyenes akciókról. A másik elég eklatáns példa az, hogy ingyenes termékeket hirdetnek, ha letöltjük az applikációt, majd ez az ingyenességi árelőny, ez eltűnik, amikor letöltöm az applikációt. Az egyesület ugyanakkor hiányolja az elállási joggal kapcsolatos tájékoztatást és a jótállást, ezért adott be panaszt a gazdasági versenyhivatalnál. A GVH megindította a vizsgálatot a kelet-ázsiai webáruházzal szemben. A hatóság munkatársai összegyűjtik és megvizsgálják az adatokat, és ez alapján teszik meg a szükséges intézkedéseket. Amennyiben bebizonyosodik az, hogy a gazdasági versenyhivatalnak van hatásköre elérni ebben az ügyben, és valóban feltételezhető jogsértések vannak a kereskedelmi gyakorlatában ennek a cégnek, akkor a Nemzeti Versenyhatóság természetesen a magyar fogyasztók és a tisztességesen működő vállalkozások érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket. A vizsgálat előzetes számítások szerint nagyjából egy évig tart majd. Demeter Szilárd lesz a Nemzeti Múzeum új főigazgatója, jelentette be a kultúráért és innovációért felelős miniszter az M5, ez itt a Kérdés című műsorában. Csák János azt mondta, a Petőfi Irodalmi Múzeum jelenlegi vezetőjének tervei szerint a jövőben létrejönne egy holding, amelyhez a Magyar Nemzeti Múzeum mellett az Országos Széchenyi Könyvtár, a Petőfi Irodalmi Múzeum, a Természettudományi, az Iparművészeti és a Vendéglátóipari Múzeum tartozna. Szilárd, ugye ő alapvetően filozófus, de azon ritka emberek közé tartozik, aki dolgozott az Európai Unióval, aki nagy intézményrendszert vezetett, és aki megtartotta egyébként az irodalmi alkotóképességét is. Mert a kultúra az reneszánsz embert kíván. De olyat, aki nem csak értelmezni képes, hanem megszervezni is képes a világot. Új szereplővel bővül az Apponyi Franciska jövőműhely program. A Profilt Sales Kft. Is mentorprogramot és munkalehetőséget kínál a gyermekvédelemben nevelkedő fiataloknak. Fülöp Attila államtitkár arra hívta fel a figyelmet, hogy ezeknek a magyar nyelvet beszélő, magyar kultúrából érkező fiataloknak fontos szerepe van a munkaerő utánpótlásban. Abban hiszünk és meg vagyunk róla győződve, hogy a gyerekvédelem és a gyerekvédelemből való stabil kiút az csak akkor lehet működőképes, hogyha azon a gyerekvédelmen túli szereplőket is be tudjuk vonni, hogyha őket is meg tudjuk szólítani. Jó gyerekvédelmet csak akkor lehet építeni, ha kinyitjuk a gyerekvédelem kapuit, és azt mások számára is beláthatóvá, elfogadhatóvá és egyébként együttérzővé is lehet tenni. És ebben szükség van a gazdasági társaságokra. Több mint 1650 olyan gyermek van Magyarországon, aki a koronavírus miatt veszítette el egyik vagy mindkét szülőjét. Ők még mindig támogatásra szorulnak, erre hívta fel a figyelmet Herceg Anita. Áder János volt köztársasági elnök felesége, miután elhelyezte az emlékezés virágait alapítványának névadója, Regőci István sírjánál, hangsúlyozta, a 11 éve elhunyt katolikus pap egész életében az árvák védelmezője, oltalmazója, test és szellemi táplálója volt. A koronavírus már nem olyan fontos, nem olyan veszélyes az életünkben, de ezek az árvák még itt vannak. Nagyon sokan
több mint 15%-uk 6 éves vagy annál fiatalabb volt, amikor a koronavírus miatt elveszítette egyik vagy mindkét szülőjét. Ezért ők sokáig még támogatásra szorulnak. Erre szeretnék kérni minden jó szándékú adakozót, hogy valamilyen formában támogassa az alapítványunkat. A 13650-es adományvonalon is tudunk támogatásokat fogadni, minden telefonhívás 500 forintot ér nekünk, de az adó 1%-át is tudjuk fogadni ettől az évtől kezdődően. Kedves nézőink, ez volt a híradó, amely újra megnézhető a híradó.hu oldalon. Maradjanak, mert azonnal kezdődik a Nemzeti Sport híradó Maruzsa Istvánnal.